Panna Csajok stb. Mai adásának vendégei Hajas László és Fróner Ferenc Fecó. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! És pont arról beszélgettetek, mielőtt elkezdődött a felvétel, hogy ki mennyire fodrász a magánéletben. Hát Laci, te mindig az vagy, az előbb meg is igazítottad a hajamat. Te pedig egy másik iskolát képviselsz. Így van. Akkor kicsit háttérbe szorítom ezt a fodrász szakmát, és igyekszek így a személyre összpontosítani. Hát ez jó, de te is közben nézed. Ez üzletben. Kivéve az üzletben. Igen, de ha a személyre összpontosítasz, annak egy nagyon fontos része, hogy hogy néz ki, nem? Az első benyomás az, hogy hogy néz ki, és milyen a haja. Így van, így is tekinthetünk erre a kérdésre. De összességében figyelem akkor, tehát akkor már bevonom a hajat is. Tehát hogy a fodrászatban vagyok, akkor a személy és a haj együtt. Mikor kívülök a fodrászatból, akkor csak így a személyre igyekszek fókuszálni, nehogy elfáradjak. De a haj az egy kisugárzó eszköz, érted? Tehát, hogy valakinek a hajából megmondom a jellemét. Ebben van valami, igen, sőt. Valakivel találkozol egy társaságban, és ránézek a hajára, és akkor tudom, hogy ez most ápolt ember, odafigyel magára, kevésbé nem foglalkozik magával. Tehát ugye a hajból nagyon sok mindent meg lehet tudni. Hát igen, meg ha az ember, nem tudom, aznap hajat mosott, meg jól beállt a haja, akkor igen. Jobban kihúzza abszolút. Magát, nem? Ez abszolút. Hát ad egy önbizalmat, ez tényleg, hogy egy elég nagy önbizalmat. Ezért fontos a szakképzés és a jó szakember. Mert tönkre tudjuk tenni egy embernek az életét hónapokra, évekre, hogyha valaki mondjuk eléget egy hajat, vagy tönkre tesz egy hajat. Akár egy mély traumákat is lehet vele okozni, tehát hogy azért igen. Ez tény. De hát ez amikor tanulók voltatok, biztos volt vannak ilyen sztorik, nem? Kinek tettétek tönkre pár hónapra az életét? A moment, hogy megszaladt a hajvágás, fupruvágásnál megszaladt az olló. Én csak hallottam, hogy voltak ilyenek. És azt is nálam, nem? Nem, hát akkor még nem is éltél. Például, amikor az állami fodrászatba kerültél, ez 73? 73, igen, akkor végeztem. Tehát akkor még hol voltál te? Hát még sehol, természetesen. És hol volt a fodrászat? Tehát akkor miből állt? Az én nagymamám mindig daeroltatni járt. Az volt. Ez az volt? Abszolút. Daerolás, beraktuk a hajat be a burrába, kifésülés, ennyi. És volt 10 festék, amiből ki kellett keverni mindent. Tehát, hogy az egy kreatív időszak volt. Meg hát az a festék, meg a mai festék, az egész más, nem? Tehát hát mások az... meg, hát iszonyú sokféle van. Hát nem is tudom, lesz, szerintem az én üzletemben, vagy 600 festék van különböző árnyalatok. Tehát legalább, de lehet, hogy több. Na, de bőrbarátabb, nem? Mint a mondjuk 73-ban. Hát igen, hát most már vannak ammóniamentes festékek, úgyhogy abszolút, meg savas színezők, tehát már sokkal jobb minőségűek, persze. Jó, tehát, hogy előtted azért van egy nagyon komoly életút, a tiéd egy kicsit rövidebb, de majd nyilván jó hosszú lesz. De ő meg előtte van. Engem meg már hátam mögött van. Na, de mindkettőtöknél ott van az a szenvedély, az igazi hivatástudat, ami kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó fodrász legyen. Nálad ugye no man is no man, tehát hogy szinte így adta magát a dolgot, igen. De hogy ez mindig így volt? Tehát, hogy mindig hivatásként, szenvedélyként, passzióként tekintettél erre? Eleinte nem. Eleinte nagyon nem szerettem ezt az egészet, mert egy lázadó fiatal, 15 éves, 16 éves gyerek inkább ment volna haverokkal bandázni. Tehát abban az időszakban is. És aztán később volt egy pont, amikor beleszerettem ebbe az egészbe. És mi volt az a pont? Vissza tudod idézni? Abszolút. Egy bemutatóra készültünk, állami fodrászati koromban, és Tárnoki Laci bácsi volt a felkészítő mesterünk erre a bemutatóra, és mondta, hogy most akkor vágok, most már a mai megfogalmazásomban egy graduált, egy lépcsőzetes babot kellett vágnom, és egy milliméteres passzékba, és a kicsit vastagabbat választottam, akkor rám szólt, hogy ez vastag, és így szépen így építettem fel a hajvágást, és utána így elcsodálkoztam, hogy Jézusom, ezt én csináltam. És ott volt, az a pont volt, amikor beleszerettem ebbe az egészbe. Mert büszke lettél saját magad. Hát, hogy ezt én, tehát mennyire fontos a sikerélmény, uh-huh. Tehát, hogy valaki tanítson, és utána tényleg alkossál valamit, és utána legyen egy sikerélményed. Na, a sikerélményről még fogunk beszélni veled. De hogy te meg focistaként indultál, nem? Igen, nagyon érdekes volt az én pályautam kezdete, mert eleinte egy focistaként próbáltam érvényesülni, de azt vettem észre, hogy kicsit kevés inger ért. Hogy bármennyi munkát beletettem, én nem kaptam viszont azt, amit így beletettem.
És akkor jött egy ilyen kósza gondolat, hogy kipróbálok egy ezt a fodrászatot, hogy ez így hogy megy, mert körülöttem tök sokan művelték ezt. Kósza gondolat? Kósza gondolat. Bennem ilyen kósza gondolat sose lenne. Azért hogy kósza gondolat? Nagyon szerettem a divatot, nagyon szerettem a stílus, nagyon szerettem az embereket, megismerni és kiismerni, és úgy éreztem, hogy ez a sok pozitív dolog, ami így érint engem is, ami foglalkoztat, azt így ebbe a fodrászatba ki tudom bontakoztatni. És akkor az első tanítási napon éreztem, hogy na ez vagyok én. Elejétől kezdve még nem is vágtam, iszonyatosan béna voltam. Tehát, hogy éreztem, hogy így atyavilág, hogy ez a kézügyessége még nem alakult ki, de tudtam, hogy az a szenvedély, ami akkor jellemzett engem, az addig fog engem vinni, hogy át fog törni egy ilyen gátat magamban, és onnantól szabadjára tudom engedni azt, ami igazából bennem van, mert éreztem mindvégig, hogy bennem van valami plusz, ami majd tud előre vinni ebben. Egyáltalán introvertált személy lehet jó fodrász, mert hogy az egész arról szól, hogy emberekkel nagyon mélyen megismerve őket, akár hosszú évtizedekig ugyanaz a kliens, szóval sok minden van itt. Én azt szoktam mondani, vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen kedvenc mondataim, hogy csak az megy a fodrásznak, aki szereti a másik embert, és aki szeret adni a másik embernek. És pont ez villant fel, amikor te ezt mondtad, hogy valami ilyesmit láthattál meg te is, amikor elkezdted és beleszerettél ebbe az egészbe, hogy az az örömet, amit tudsz szerezni egy másik embernek, és ez a legfontosabb, nem is a pénz, hanem amikor a mosolyogva áll fel, és azt mondja, hogy hú, azt nem is hittem volna, hogy ilyet lehet az én hajamból. Tehát ez a legcsodálatosabb fizetőeszköz, amikor így mosolyog a vendég. Tehát amikor mai napig kapjuk a üzeneteket, hogy fú, nagy, te vagy a legjobb, imádom, és hogy nem az, hogy én vagyok a legjobb, hanem hogy még ennyire jó az a frizura, hogy még utána is még veszi a fáradtságot a mai világban, kinek van erre ideje. Igen. Meg az, hogy hogyan törődsz az emberekkel a szalomban. Én nem akarok nagyon előre haladni, csak hogy az, hogy a mai világban hogy van az, hogy valaki leül a székedbe, és mikor kérdezték meg tőled vagy tőled, hogy jól vagy? Jól érzed magad? Mi az első kérdés, ami elhangzik neked? Mi újság, mi van veled? Tehát ez a felszíni síkon mozgunk. És amikor azt megkérdezik tőled, az jól vagy-e, hogy jól érzed-e magad? Jól érzed-e magad a hajadban? Hogy megelégszel-e a külsőddel? Én rengeteget foglalkozok az önfejlesztéssel, és volt egy olyan kérdésem annó a kócsomhoz, akihez járok, hogy figyelj, Kata, az van, hogy nem vagyok megelégedve, egy nagyon bárgyú kérdés, de hogy tudom, hogy rengeteg problémával jönnek ide az emberek, de hogy nekem most az a problémám, hogy borzasztóan, hogy nem érzem jól magam hajamba. És nem kinevetett, hanem azt mondta, hogy kicsim, ez a legfontosabb, az, hogy érzed magad a bőrödben, hogy mit akarsz te kívülre mutatni, mert ez belülről fakad, ez az egész dolog. És hogy vegyük végig, hogy milyen hajat volt, és akkoriban cofon volt. Hogy most egy cofot akarom visszanöveszteni. Oké, vegyük végig. Mikor volt utoljára cofod? Hát, mikor alkalmazott voltam. Igen? És akkor nem te voltál saját magadért felelős, ugye? Nem, igen. Hát, ez van. És éreztem, hogy igen, ez van, hogy most már én vagyok egy önálló individuum, egy férfi, és akinek felelősséget. Saját magáért kell felelősséget vállalni, és ezért hiába csinálom meg azt a frizurát, nem fogom viszont kapni ezt az érzést, ezt nekem kell megteremtenem magamban. Tehát maga a haj, amit tényleg mondott a Laci is az elején, hogy iszonyatosan sokat számít, nagyon sokat. És most van az, hogy én felkelek, nincs megvágva a kontúr, ne is nézd, Laci. Éppen forgatok egy műsort, tehát hogy így nincs megvágva a kontúr, de hogy én ez vagyok. Egy kicsit bohém, egy kicsit mégis összeszedett, egy kicsit ilyen kósza, de mégis stílusos. És én ezt tudom magamról, és ez az a hajamat, ez nyilván ez így ki tükrözi. És ez vagyok én, ez a friszkó. Jó, és jól áll. Na, köszi, Laci. Ha már itt tartunk, akkor te mit gondolsz arról, ahogy Laci kinet? Először is letagadhatna szerintem 15 vagy néha 20 éve, de komolyan. Köszönöm. Én ezt most nem ilyen nyalifaliból, de hogy nagyon, nagyon büszke voltam arra, hogy egy ilyen műsorban meg lettem hívva Laci mellé. Mert amit Laci lerakott az asztal, az olyan tekintélyparancsoló. Tehát az, hogy én most csak így belekapirgálok ebbe az egészbe, amit ő már több 10 éve csinál. Tehát, hogy végignézek így a frizuráján, az a kész, az a kész férfi, aki már megvan, letette valamit az asztalra, csináljátok utánam, gyerekek. És igen, szerencsések vagyunk mi. Rengeteg jó fodrász van Magyarországon, iszonyatosan jók vannak. Mi csak mi azt elértük, hogy mi arcok lehetünk bizonyos korosztályoknak, mint fodrász. És ez szerintem ettől vagyunk mi mások, de nem jobbak.
csak egyszerűen másabbak, hogy, hogy mi tudunk beszélni a fodrászok nyelvén az emberekhez. Tehát, hogy ez, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, nagyon jó titulus, uh-huh. és a Laci ezt mióta csinálja, az, uh-huh. az tényleg úgy, hogy azért itt egyetlen egy mondatot megejt az ember, és el tud csúszni, és az emberek már a mai világban rámennek, és jön a negatív cunami, és még mindig talpon van, és semmi kivetni való nincs az ő munkásságában, az ő személyében. Azt szerintem ez respekt. Hát meg sok mindenben úttörő is voltál, szerintem. Mire gondolsz? Hát az, hogy, egész konkrétan. Hát például arra, hogy ugye amikor el lehetett kezdeni menni külföldre. Hát igen, hát ahogy mindig azt mondom, hogy van egy híres ember, aki azt mondta, hogy a téma ott van a földön, csak fel kell venni, észre kell venni, és fel kell tudni venni. Én mindig azt csináltam, hogy ilyen nagyon nyitott szemmel jártam, és próbáltam azokat a gondolatokat, ötleteket hazahozni, amiket külföldön látok. Tehát már a 80-as években, ahogy lehetett menni, már egyrészt versenyeztem, utána később a bemutatókra, kiállításokra jártam, tehát hogy folyamatosan kerestem az újat, és aztán egy másik ilyen gondolatom, hogy úgy értem az életemet, hogyha már mindenhova, ahova csak tudok, elmegyek, és ha egyetlen egy dolgot látok, amit utána be tudok építeni az én kis tudás kellékáromba, akkor már megérte nekem aznap felkelni. És a mai napig így élem az életemet. Valamelyik nap volt egy hajfestő bemutató az akadémián, és nem mondom a márkát, és én nem festek hajat. De miután egy angol hölgy jött el, és tartott egy képzést, elmentem, hogy ő hogy gondolja, és hogy foglalkozik a hajjal, és hogy fest hajat. Tehát a mai napig ez értett engem, hogy mindenhova elmegyek. Tehát a folyamatos fejlődés, ez kulcs. Az abszolút, nem lehet megállni egy percre se. Ahogy megállsz, lemaradsz. Uh-huh. Uh-huh. És az elején állami fodrászat táján, akkor azért úgy érezted, amikor kijutottál külföldre, hogy nem tudsz semmit, vagy... Azért ez sose volt így. Hát volt, az emberben mindig vannak ilyenek, hogy elmész nyugatra, és akkor úgy néznek rá, hogy kicsinek érzed magad, keleti srác, és aztán hát egy ilyen kedvenc, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen megért pillanat az volt, amikor meghívtak Londonba az Alternative Hair Show-ra, a Royal Albert Hallba, és aztán azt találtam ki, hogy görkorival mennek be. Egyrészt fontos ilyenkor mindig, hogy abban 3-4 percben mit mutatsz meg, uh-huh. hogy azt megértse mindenki, egyrészt olyan zenéd legyen, olyan témára fűzd fel, hogy ne csak jöjjenek, menjenek a madarak. És akkor valami, a zene a 4 évszak lett, a Vivaldi 4 évszakból vettem ki részeket, vagy vettünk ki a ifjabb Rátonyi Robival, csináltuk a zenét, és azt találtam ki, hogy a 4 évszaknak a lesz 4 hajvágó modell, akik csak így mocorognak, és utána rájuk jön 4 iszonyú nagy látványhaj a 4 évszak színeivel, formáival megfelelően, de görkorcsolyával. És aztán később kiadtak egy könyvet az Alternatív első életéről, és az úgy kezdődik, hogy Halas László volt az első kelet-európából, akit meghívtunk, és aki először görkorcsolyás volt, álmodott a Royal Albert Hall színpadján. És onnantól kezdve így, tehát hogy éreztem, hogy most így oda tettem a kis kelet-európai fodrászgyerek, oda tette magát a nyugati oldalra. Szóval akkor igyekeztél minél, hát jó értelemben, de hogy feltűnőbb lenni. Ez nem is feltűnőbb. Az a fontos, hogyha meghívnak valahova, tehát oktattam Németországba egy másik márkának a központjába, vagy Zürichbe, vagy hívtak Berlinbe fotózásra. Az a fontos mindig, hogy mi az, amire hívnak. És tudni kell azt, hogy kinek szól az, amit csinálsz. Uh-huh. És annak megfelelően kell mindig ráhangolódnom arra, hogy akkor most mit találjak ki, milyen hajvágásokat, vagy milyen kontyokat. De ezt rögtön tudtad a legelején? Hogy ez hát kell ezt nem, hát a legelején még nem tudtam. Ehhez sokat kellett tanulni. Sok alázat kell hozzá, és sok tanulás. De ez a fajta rettetes különbség, ami mondjuk a 70-es évek magyar fodrászatát a nyugatival jellemzi, az mára megszűnt, nem? Nem is megszűnt, szerintem még jelen van, csak kicsit átalakult. Én teljesen másképp látom ezt az egészet. Nem is látom, amint tanultam ezt az egész dolgot. Én már egy kicsit ilyen a internetes platformokon vannak ilyen egyéb oktatások, és azokra regisztrálok rá, és kelek fel. Volt egy hetefen hajnal, vagy 2-kor, mert időeltolódás miatt, és akkor úgy figyeltem, hogy akkor a leválasztásokat mit hogy csináljak. De alapvetően nekem egy ilyen, hogy fogalmazzam, tehát hogy én nagyon ilyen vendég speciálisan. Tehát, hogy
én nem szeretném megmutatni azt, hogy most mit tudok a hajón, hanem az emberre így húzom van. Rá azt, hogy, hogy mi is lesz neki jó. És ezt nem tudom megfogalmazni, akkor így elsötétül minden, és olyan, mint hogy adjanak, és hogy csak így oké, most maradjunk, most ne beszéljünk a magánéletről semmit. Nem hanem, szeretek hogy... beszélgetni, volt a vendégem, azt mondtam neki, hogy még egyszer megszólsz, nem, abba a gyomorja. Most nem beszélgetünk. Új hajat akarsz, valamit most hagyjál egy kicsit. Igen. És megértik. Igen. És tök jó, hogy már kialakul az a nexus, hogy akkor már nincs az hogy jó, hát akkor többet nem jövök hozzá, hanem megérti. És megvan ez a partnerség. Igen, ez ő érte van. És nem azért, hogy én most megcsináljak egy ilyen hatalmas kontyót, hanem azért, hogy ő legyen boldog. És amikor minden megszűnik, amikor én már csak szárazon válok, és ha megnézem, hogy melyik tincs hova esik, és amikor ő megcsinálja, nem amikor én, amikor ő megcsinálja, akkor az is úgy álljon. És én nézem, és fú, és nagyon-nagyon nehéz, amikor tényleg, amikor azt mondod, hogy ez most kijött belőlem, és mennyi legyél boldog, és olyan jó érzés. És ezért fáradsz el este, mert annyira fáradsz el, és akkor kérdezik. Ugyanezt érzem én is. De ez mindent kell tudni, nem? Hogy? Ehhez mindent tudni kell ahhoz, hogy már csak arra figyelj, hogy ez a fontos, amivel kezdte Feri, hogy még éjszaka is, én is valahogy hazamegyek, és nézem az Instát, hogy milyen ízik vannak, oktatók vagy filmek, mert tudom. Tehát, hogy a mai világban már sokkal-sokkal könnyebb helyzetük van mindenkinek. Tehát annak idején, amikor valami újat szerettem volna, akkor fel kellett ülni a repülőre, el kellett utazni Londonba, el kellett utazni Párizsba. Tehát, hogy az iszonyú sok idő, pénz volt, most meg kinyitod, és regisztrálsz, ami oldalra kész, és online oktatások vannak. Tehát, hogyha valaki éhes és tanulni akar, akkor annak nyitott a világ. Abszolút. Igen. Tehát, hogy szerintem ez különbözteti meg az, hogy egy átlag fodrász egy jó fodrásztól, hogy tesz érte a jó fodrász, meg gondolkozik. Ő is találjon ki. Tehát, hogy nekem is van, hogy kipróbálok egy olyan dolgot, hogy akkor ezt ide húzom, akkor megvan ez a fokállás, akkor hogy jól fog esni? És jól esik. Igen, ezt jól kísérletizáltam. De ez először azért nyilván egy baba fejjel megnézzük. Kísérlet. Igen, tehát, hogy kell kísérlet. És ezért jó, hogyha mi emberek tudunk kapcsolódni a vendégekkel, mert akkor megvan ez a partneri viszony, és megvan a bizalom. Már az mekkora bizalmat ad, hogy leül a vendég, és úgymond, mintha le lenne kötve, kilóg így a feje, a haja, és te bármit csinálhatsz vele, mert megbízik benned. Ez is egy akkora bizalom, hogy a mai világban ez nagyon ritkán adatik meg ember és ember közt. Hát igen, ezért vagyunk mi szerencsések fodrászok, mert szokták mondani, hogy ki az, aki a fejedhez meg a nyakadhoz nyúlhat a családodon kívül. Igen. A párod, a gyereked és a fodrász. Tehát is ebben a pillanatban, amikor megérinted egy olyan intim szféráját, akkor már egy bizalmi kapcsolat jön létre. Hű, is rázott a hideg. Abban a pillanatban már valami bizalomnak kell, hogy legyen. Igen. Kérdezik, hogy izgulsz, Fetsz, mondom, te hogy is izguljál, te választottál ez a székembe. Igen. Van különbség női és férfi fodrász között? Mármint hímnemű. Nem. És aki nőkkel foglalkozik, meg aki férfiakkal. Mert hogy vannak ezek a borbély szalonok most, ugye? De azt gondolom inkább ilyen szakállra vonatkozik. Ez egy marketing fogás? Nem, hát régen is ez két szakma volt. Tehát, hogy két évet tanulták a férfi fodrászatot, és hármat a női fodrászatot, hiszen a női fodrászat sokkal színesebb. Uh-huh. Tehát egyrészt a hajvágási formák sokkal-sokkal színesebbek, ugyanakkor kell tudni a vegyszeres munkákat, hosszú hajat feltűzni, egy hosszú hajat, még a férfi fodrászat az fogta, vagy lestuccolta, vagy géppel letolta, régen is. És aztán most ezt így felkapták, hogy most akkor legyenek meg újra borbélyszalonok. Tehát, hogy mondjam, ez nem igényel akkora képzést, persze köztük is vannak, akik kimagaslan művelik ezt a szakmát, és lehet, hogy én se tudnám megcsinálni, kicsit gyakorolnom kéne azokat a gépi átméleteket, de hogyha érdekelne, akkor elkezdenék foglalkozni vele, de nem érdekel, mert inkább én jobban szeretem egyrészt a nőket, és sokkal nagyobb a kreativitás a női fodrászatban. Sokkal több helyet ki tudsz bontakozni. Tehát, hogy a férfi hajnál az is tényleg elképesztő, amiket művelnek így a barberek, és tényleg ez le a kalappal. Csak kicsit így azt látom, hogy így van egy sablon, és akkor azt kérik a vendégek, fú, és rámutatnak ezt. De és aztán... fél óra alatt kész van. És fél óra alatt kész van. És jobban keresnek, mint mi. Igen, csak a költség. Kétszer annyi vendéget csinál meg. Mert 3 óráig ott kecsülünk, 4 óráig egy hajón. Festjük.
Tehát nekem is sok férfi vendégem van, de hogy ez az más tészta az egész. Tehát ott már megvan egy kialakult forma, ott a férfi, aki kevésbé szeretnek így változtatni, megvan nekik ez, és akkor utána így ugyanazt megcsinálod igazából. De igen, kevesebb kreativitás szorul szerintem abba. Most már elkezdték a klasszikus, akik elkezdték ezt a barber dolgot, és ilyen fél éves tanfolyamon túl vannak, és már hajat vágnak. Most már köztük is lehet látni olyat, akik meg akarnak tanulni hajat vágni. Így van. Tehát, jó, megértettem. Tehát, hogy elmennek most már, és tartanak nekik már hajvágó képzést is. Tehát amikor nem csak ez a gépi sztori történik, hanem rendesen kell tudni akár egy hosszabb hajat levágni. Igen. Én először külföldön, sőt, hát Amerikában szembesültem azzal, hogy a festés, a hajfestés, ez egy külön dolog, egy külön szakma, igen. Abszolút. Mert itthon azért nagyon sokan művelik mindkettőt. Hát, te most mondtad, hogy te csak vágsz, és igen. Nem. Hát én ezzel megpróbálkoztam már a 90-es évek elején, mert kimentem Londonba a vidászhaszonékhoz, és én azt láttam, hogy ott van a hajvágó fodrász, és van a technikus, aki csak a vegyszeres munkával foglalkozik. És volt egy olyan sztori, hogy a hajvágó fodrászok megkérdeztem, hogy te mivel van ez festve? Fogalmam sem kérdez meg a technikust. Tehát abszolút ketté van ez választva, hiszen, hogy mondjam, egy picit az orvosláshoz is, vagy tudom hasonlítani, ott se fog egy altató orvos műteni. Tehát, hogy ez abszolút szeparálva van. És ez, én próbáltam annak idején bevezetni, és aztán így is neveltünk nagyon sok éven keresztül fodrászokat, akik nem mertek hajat vágni, hogy akkor legyél technikus. De aztán jön egy ilyen gondolat a fejükbe, hogy az kisebb rendű az, hogy technikus. Pedig abszolút ez a kettő együtt párhuzamosan tud működni, vagy lehetne, hogy működjön, vagy kellene, hogy működjön. És aztán így már feladtam egy idő után, hogy most már akkor nem nevelek technikust, mert érted, mindegyik hajat akar vágni, igaz, hogy hajat vágni nem tud, vagy kevésbé jól tud, de ő neki az pejoratív dolog, hogy ő csak idézőjelben hajat fest. Hiába teszik ezt most, így nyugodtabbra mindenhol. Most, aki én azt mondtam, hogy most kezdeném a szakmát, lehet, hogy én hajat festenék, hiszen iszonyú, fantasztikusan kreatív a hajfestés, nagyon sokat kell tudni róla, hogy ez valóban utána a végén jól legyen, és ez óriási divat most, hiszen, hogy mondjam, kevésbé fontos az, hogy van levágva egy haj, mint az, hogy hogyan van megfestve egy haj. Tehát most egy óriási divatja van. Egyrészt sok hosszú hajú lány van, ugye ezek a balayás, falayás, mit tudom, milyen technikák, amik most nagyon mindenki ilyet szeretne. Tehát az összes hosszú hajú lány, lehet az 18 éves, lehet az 60 éves, az ilyet szeretne, ilyen festéseket. Tehát óriási reneszánsza van a hajfestésnek. Igen, én már bele csúsztam, tehát én már a hajfestésbe csúsztam bele, tehát hogy nagyon érdekes volt az, hogy mindenki festés, és akkor mi miért vágjunk, és akkor fúlkó kreatívkatok, csak 2 centi a végéből, nem? Persze, persze. Hagyjad csak, hát ez egy kicsit, mi van? Az első technikusom, és rá, akkor jött divatba 90-es évek elején a fóliás melír. Addig mindenki sapka, úszó sapka, húzogatta, horgolott üvel. De ez volt a melír. Tudod, minden hosszú haja volt, nem volt más technika. És akkor egyszer csak jött a fóliás melír. És akkor volt egy, a húgomnak volt egy barátja, rendőr volt előtte, és az ugye ő tetszik ez neki. Hát mondom, figyeld, megtanítalak erre a fóliás melír, a kezére melírozni. És megmutatta, megtanulta, és tök jó, ügyes volt, és imádták a csajok, és úgy jelentkeztek be, hogy a Gáborhoz egy melírozásra, tök mindegy, hogy kivágja hajamat. 91-ben. Igen, akkor szerettem. Hogy az volt az... akkor volt az, akkor az első technikus lényegében, lehet azt mondani Magyarországon. De hát azt mondtad, hogy párhuzamosan működnek egymással, de szerintem valahol meg kell beszélniük, hogyha az egy rendes vágás akar lenni, hogy mit hogyan csináljon, nem? Miután befestették a haját? Vagy hát sőt, én azt szoktam mondani, attól függ persze egy rövidebb hajnál, ott előbb jobb, hogyha le van vágva, és a vágáshoz a forma azon kitalálva a színe, hogyha azzal akarod díszíteni azt a fizurát. Aha. Egy hosszabb hajnál már, hogyha nem lesz sok vágva, 2 centi lesz a végéből vágva, akkor lehet először festeni, és aztán utána vágni azt a hajat. De hát az előbb beszéltél, hogy mennyire fontos az egyéniség, és én 2001-ben éltem meg egy sztorit Berlinbe egy fotózáson, amikor megtanultam, és az volt a belában építve a szakképzésbe, hogy 3 fő egyéniség típus létezik. Azóta ezt úgy tanítom, hogy olyan, mint a 3 alapszín, ugye a piros, sárga, kék. Ez tök egyszerű. Van a naturális típus, van az elegáns és a rebellis.
És hát ugyanúgy vannak átfedések. Tehát lehet pont az előbb, amikor mondtad, hogy milyen stílust szeretsz, már így helyére tette, hogy körülbelül mi lehetsz, hogy, és bárkire ránézek mondjuk egy képzésen, akkor már tudom, hogy melyik a rebelis, melyik a naturális, melyik az elegáns, hiszen minden, ami rajtad van, az egy kifejező eszköz. A szemüveged, az ékszered, a ruhád, a cipőd, minden, ami minden. És tehát mondjuk te egy rebellisen elegáns vagy. Köszönöm. Tehát hogyha én mondanám, mert ugye itt van a kis piercing az orrodban, a tetkók, az ékszerek, de ugyanakkor meg a ruha rajtad, az meg egy ilyen minőségi cucc. Tehát hogy ezek hogy fedik egymást. És az a legfontosabb, amikor bejön egy új vendég, hogy egyrészt végignézed, és abból már valami képed kialakul, hogy az, ami rajta van, hiszen azzal érzi jól magát, és utána persze jön a kommunikáció, kikérdezés, stb. És akkor lesz boldog a vendég, hogyha azt az ő egyéniségének megfelelő frizurát fog aztán kapni a végén. Ez akkor emberismeret, nem? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Nálam így a minden hajfestésnél azért kell egy konzultáció, egy 20 perces konzultáció mindig megjelítek, és mondom, hogy milyen az élete, hogy él? Nagyon sokszor belefutottam abba, hogy jön oda is egy olyan irreális dolgot szeretne, amit tudom, hogy nem lenne nála neki ez azonos. És így megkérdezem, hogy oké, hogy akkor változtatni szeretnél. Mert tetszik a sztár, vagy valaki... Igen. És akkor mondom, hogy valami történt? Tehát, hogy van valami dolog így az életedbe, amit szeretnél változtatni? Mert az olyan, hogy én válok neked egy teli fufrút. Az, hogy vágok neki egy telifufrut, attól függetlenül nem lesz megoldva az a probléma. De akkor még lesz egy olyan telifufrut, amit holnap gyűlölni fogsz. Tehát, hogy így bele kell egy kicsit ásni az egész dologba magad, mert sokszor látom azt, hogy például X-kor fölött így a hölgyek már nem feltétlen fajfestés vagy hajvágás miatt, hanem törődésért járnak a szalomba. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy már egy X év után férj és feleség már nem törődik úgy egymással, és nagyon szeretne törődést, és neki az is törődés, hogyha megmossák haját, az is törődés, hogyha megvan festve. Az is, igen, tehát az is, hogyha megdicséred. Tehát, hogy minden nőben megvan a szépség, és azt mondod, hogy fú, milyen gyönyörű a szemed. És hogy egy nőnek nagyon nagy igénye van erre, hogy kapjon dicséretet. Mindenkinek. Én nem szeretem a dicsérnek. Nem? Ne dicsérj most, Laci. Nem is akarsz. Nem is akarsz. Sőt, jó van a drágul. Csak vicces. hogy nagyon fontos, hogy sokszor van az, hogy így látom azt, hogy törődés kell nekik. Nem feltétlenül a hajfestés, bármit festesz neki, jó lesz. Igazából az, hogy törődve legyen, az, hogy foglalkozva legyen. Mert egy-két gyerek után már lehet, hogy nem ugyanaz az egész érzés, de azt az érzést viszont akarja kapni, és a szalomba megkapja. Ezzel megérkeztünk a podcast alaptémájához, ami a láthatatlanság. Ja, most kezdjük? Ezért csak a bemelegítés volt. Húj, már most izzadok. De hogy nagyon sok 40-es, 50-es nő elkezdi láthatatlannak érezni magát. Tehát, hogy nem úgy veszik már részre az utcán, ha bemegy valahova, akkor nem szegeződik rá minden tekintet, akár a munkájában. Tehát, hogy sok szempontból szokták így érezni a nők. Az, amit ti csináltok, szerintem rendkívül fontos abban, hogy egy kicsit ez a rossz érzés enyhüljön. Hát igen, én mindig el szoktam mondani, hogy iszonyú fontos szerepünk van az emberek életében. Tehát, hogy ha tényleg valakinek készítesz egy jó frizurát, és az belenéz a tükörbe, és jól érzi magát, akkor egy boldog ember néz vissza a tükörből, és az mindenére kihat. Tehát a magánéletére, a munkájára, tehát mindenre kihat. De hogyha elrontanak egy hajat, és nem érzi jól magát vele az illető, amikor belenéz a tükörbe, akkor tök frusztrált lesz, és az is utána minden természetesen mindenre ki fog hatni. Tehát én ezért küzdök minden szinten azért, hogy a magyar szakképzés az minél minőségibb legyen. Tehát nem tudom, hogy hány évet harcoltam azért, hogy kössük érettségihez a fodrászatot. Hogy mestervizsga kelljen egy tanulótartáshoz. Az lenne jó, hogyha mestervizsga kellene egy üzletnyitáshoz is. De hát még sok-sok most azon dolgozom, hogy az oktatókat, azt nem mondom, hogy levizsgáztatni, mert akkor nekem esnek nagy késsel, meg izélve ebben a villával, de hogy legalább egy tréninget tartani az oktatónak, mert azt látom valamelyen most, volt egy mestervizsga, a mestervizsga bizottsági elnök voltam, hát iszonyú, tehát hogy láttam a hibákat, és az nem biztos, hogy bár most már egyre nagyobb terhet hárítok az illetőre, mert nyitott a világ, tehát hogyha valaki akar, akkor meg tud tanulni mindent, de sajnos az oktatókkal is probléma van. Mert hogy mondjuk 20 éve
megszerezte ezt a képesítést, és azóta nem fejleszti magát? Igen, sajnos van ilyen. És hát ilyen, mondjuk ilyen online tréningeket már tartottam így az oktatóknak, de az lenne jó, hogyha most megpróbálom a Magyar Kamarával azt megszervezni, hogy Magyarországon, akik oktatnak, azok jöjjenek el egy ilyen tréningre. Mert az a legfontosabb, hogy ő fogja továbbadni utána azt a tudást, és ő rosszul adja tovább, akkor rossz végeredmény lesz belőle, és elégedetlen vendég. Ha sétáltok egyet Budapesten az utcán, mit láttok? Hogy állunk azzal, hogy nézünk ki? Szerintem még nincs kifejlődve ez az egész itt Magyarországon. Igen. Tehát nagyon sok leszegett fejet látok, nagyon sok bujkáló embert látok, nagyon sok olyan lányt látok, aki... De megint csak vissza tudom ezt vezetni a szakképzésre. Tehát egy picit vissza lehet vezetni. Mi tudunk ezen változtatni. És igen, tehát hogy meg a, hogy mondjam, a bátorságra. Tehát tényleg valóban, bocsánat, hogy szabadba vágok, de kimész Bécsbe, és azt látod, hogy vagányabb hajak vannak, akár az idősebb hölgyeknek. Bemerik vállalni. Valahogy itt meg mindig ez a kicsi, meg a rosszul, látom, hogy rosszul levágott hajakat, tehát oda rosszul vagyok, amikor meglátok egy ilyet, hogy nem látja, hogy ott rossz a szöge az egésznek, meg a hossza, az arányok. Tehát, hogy egyrészt tényleg egy picit nyugatabbra mész, ott sokkal valahogy bátrabbak, mert nem az olaszokhoz, mert meg mindenki hosszú hajú. Igen. Hát, hogy akár emész Németországba, vagy Ausztriába, vagy Londonba. Franciaországba. Ott is egy kicsikét szerintem gódan az egész. A franciáknak? Igen, mert én arra tudom ezt, bocsánat, visszavezetni, hogy ott nagyon nagy divatja lett a franchise hálózatoknak. Van olyan franchise hálózat, akiknek 800 üzletük van. Na most az hogy tudod létrehozni, hogyha kvázi lebutítod a fodrászatot, jön egy fodrász hozzád, vagy egy tanuló, tök mindegy, megtanítasz neki 12 hajvágást, és utána mehetsz dolgozni. Tehát így le van egyszerűsítve, van 3 rövid, vagy 4 rövid, 4 fél hosszú, 4 hosszú, mehetsz dolgozni. Tehát, hogy le van nagyon egyszerűsítve. Az én filozófiám meg mindig az volt, hogy tanuljál meg minél több trükköt. Ezeket úgy hívtam annak idején, hogy ezek olyanok, mint az ABC-nek a betűi, és ugye milyen kevés betű van a lényegében a magyar ABC-ben is, és abból mennyi mindent ki tudunk fejezni, milyen mondatokat tudunk kiírni, milyen könyveket lehet írni abban a pár betűből. Most nekem valahogy ilyen a fodrászat is, hogy tanulj meg minél több trükköt, és utána legyél kreatív. Aztán a másik gondolatom az, hogy igen, ám, de nem mindenki kreatív. Tehát, hogy rakod össze azokat a betűket. Ez kell. Tehát, hogy az is kell. Tehát azoknak lehet egy mankó ez a franchise-féle oktatás. Tehát, és én mondjuk ennek a franchise-nak tudom be azt, hogy a francia fodrászat az nálam már nem minőségi. Pont egy éve voltam Franciaországban, kimentem egy David Malin nevű fodrászhoz, és vele beszélgettem sokat erről az egészről. Ott én mást tapasztaltam, ő is egy franchise fiz, de mégis még ő is ugyanott van, felügyeli a dolgokat, és ott nagyon sok ingerért, és nagyon sokat tudtam tanulni, tehát ez egy nagyon jó dolog volt. Én is annak éve vagyok, hogy az alapokat muszáj tudni. Ahhoz az alapokat tudni kell, hogy megszegd őket, hogy el tudják kezdeni gondolkozni, hogy kreatívkodni, egy kicsit belevéd a saját dolgokat. Mint a nagy képzőművészek. Mint a nagy képzőművészek, igen. Viszont azért tudnod kell, hogy ez a testírusod, és hogy kicsit azonosítsd azzal, aki ott ül. Mert pont ez az, hogy annak segíteni kell, hogy mi az ő stílus, amit most látunk, hogy ebbe tudunk egy kicsit fejleszteni így az embereken, hogy kicsit találják meg önmagukat. Ne álljanak be, hogy fú, akkor felveszem ezt, és ne, kicsit legyenek igényesebbek. Tehát azzal, hogy az ember már így öltözködik, akkor vagy megkapja azt, hogy úristen, ez mennyire polgárpukkasztó, és csak azért akarsz öltözködni. Nem, én azért öltözködök így, mert én így érzem jól magam. Tehát nem akarok ezzel semmit sem elérni, csak így tudom azt, ami én vagyok. És ugyanez a hajra is igaz. És ezzel, amit a Laci is mond, hogy ez az edukálni a fodrászokat, hogy legyenek erre egy kicsit igényesebbek, az nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne, nem csak pénzért csinálnák ezt az egész dolgot, mert ha alkotsz valamit és jót csinálsz, az csak egy vonzata ez a materiális dolog, hogy kapsz érte pénzt. De hogy sose számolgattam ezt az egészet, hogy húros, hogy minél több pénz legyen, hanem így alkotni, teremteni, legyen egyfajta bőség, hogy abból tudjál adni. Tehát, hogy ez egy annyira pozitív dolog, és annyira éltet, és annyira te kreálod a te magad körüli világot, hogy ezt kicsit megtanítanánk az embereknek, és kicsit edukálnánk ezt az egészet, akkor sokkal színesebb lenne így a Budapest utcáinak a palettája, vagy így Magyarországon az, hogy mennyi emberről lehet inspirálódni. New Yorkban rengeteget jártam ki, és így ott végigmész egy utcán, hát nem hiszed el, hogy mennyi inger ér, mennyi inspiráció értéged. Itt azért végigmegyek,
inkább én is teszekem a fejemet. Tehát, hogy, hogy igen, erre egy kicsit, erre nagyon nagy hatással tudunk lenni mi fodrászok. Mm. És nekünk ezt tényleg, ezt, erre egy kicsit fel kell kapni a fejünket, és üznünk kéne, hogy kicsit változtassunk ezen. Abban, hogy, hogy ki mennyire sikeres vagy ismert, szerintetek így százalék arányosan a marketing mennyire fontos? Nyilván nagyon, de hogy ha nincs meg az alap, csak a hype, akkor mi van? Akkor bukó, ez kibukik hamar. Tehát, hogyha nincs mögöttes tartalom. Tudás, így van. Igen, ha nincs mögöttes tartalom, nem tudsz felmutatni valami produktumot, hanem csak úgy mosolyogsz is el vagy a kamerába, és így, hú, de jó fej vagyok, az megbukik. De nekem nagyon érdekes volt, mert hogy én már megnyitottam a szalonomat, és akkor kezdődött el körülöttem ez az egész tévés dolog. És az egy másik dolog, hogy nekem ez egy ilyen önfejlesztés sztori is az összes tévés szereplésem. Már mennyiben? Ott egy teljesen más arcomat mutatom, tehát ott előveszem ezt a bohém gyerekes bolond énemet, de közben ott van ez a komoly én is, aki átvált a szalomba, aki a munkájára, a professzionalizmusra helyezi a hangsúlyt. Tehát az már megint egy másik dolog is. Örülök, hogy néha ezt is meg tudom mutatni, de ezáltal sokkal több emberhez tudok eljutni. És nem azért, hogy marketing ereje legyen ennek az egész dolognak, és nem azért, hogy akarok 6-7-8 szalont, ha nekem csak ez az egy szalonom van idézőjelesen, akkor is én bőven úgy érzem, hogy megtettem, vagy megteszem azt, hogy fú, valamit alkottam. Hanem inkább az, hogyha az emberekhez úgy jutsz el, hogy poénkodsz így el vagy, mert éppen egy olyan műsorban vagy, az így, az emberek sokkal rokonszenvesebbnek érzik ezt az egészet, és sokkal könnyebben tudnak kapcsolódni. De ha ilyen mondatokkal indítanék, az emberek nem tudnák hova tenni. Uh-huh. Így viszont sokkal jobban eljut hozzájuk ez az egy ilyen magvas gondolat, ami később ki tud burjánzani, és végén megértik, hogy oké, itt van ez a srác, bolondos, de amúgy van egy szalonja, hú, és azért milyen szép munkái vannak, és amúgy tök komoly is tud lenni, hú, ez egy jó gyerek. Tehát, hogy ez itt tök jó, hogy így az emberekhez el tudsz így jutni, és sokkal könnyebben tudsz így eljutni hozzájuk. Hány követőd van az Instagramon? 64 000. Jó, hát akkor a tévés szereplés rendkívüli módon megdobta ezeket. Nem nagyon, hát hype-olom ezt az egész Instagramot, nagyon kevés időm van nekem így erre. A jó, de a tévéből ismernek, és azért jelöltek, azért követnek. Igen. Rengetegen állítanak már meg, és így nézem így a platformokat, hogy hanyan érik el az én Instagramon elképesztő számokat, tehát 800 ezeren nézik meg az adatlapomat, és akkor úgy vagyok vele, akkor legalább lássanak egy produktumot, tehát lássanak azt, hogy munka van mögötte. Mutatni azért nekünk nagyon fontos az, hogy minket ismert embereket így lássanak, hogy nem csak azért vagyunk a tévében, mert mosolygunk, hanem hogy van mögöttünk produktum. Az emberek tudnak azonosulni, fú, én is meg akarom találni így az utamat, én is így akarok élni, én is boldog akarok lenni. Ne azt lássák, hogy én is a tévében akarok szerepelni. Az nem produktum, az nem cél. Az csak egy eszköz lehet, vagy egy kiteljesedésnek az egy foka. Eszköz, de fontos eszköz. Ugye fontos az eszköz. Elmúlt x évben nagyon fontos eszközé vált. Mennyire élsz a közösségi média adta felületekkel? Az igazság, hogy én szerintem én ebbe, hogy nem is az, hogy lustább vagyok, vagy más az értékrendem. Tehát én nem másoknak akarok bizonyítani, én önmagamnak. Tehát, hogy én nem nagyon foglalkozom, néha én nekem, hogy úgy mondjam, az Instagram oldalam is ilyen rendetlen, mert hol a családomat teszek fel egy képet, hol egy hajvágásról, tehát ilyen nem ilyen szépen megszerkesztett ilyen izét, nem érdekel. Aha. Tehát amivel jól érzem magam, arról teszek ki valamit, aztán, hogy mennyien nézik, annyian nézik. Tehát, Laci már tudja, nem, pedig ugyanakkor vannak olyan gondolatok, hogy ez egy nagyon jó marketing eszköz lehet. Lehet, és biztos, hogy az is, hogy régen egy ingyen reklámfelület. Tehát, hogy ugye régen azért, hogy valaki kicsit reklámozza magát, újságokba kellett hirdetni, aranyoldalak, vagy sárga oldalak, vagy ilyeneket, csiliárdokat fizettem annak idején, kivel egy kis keretes izébe volt a telefonszámunk az üzletnek. Tehát, hogy ma meg ott van ingyen a lehetőség. Tehát is, és ezt valahogy én nem használom meg, nem használom ki, mert valahogy nem fogott meg az egész annyira, hogy most én ezt lehet, hogy azért, mert már nyugdíjas vagyok, de hát, hogy nem tudom. De hogy valahogy nem. Tehát már szükséges. Lehet, hogy függetlenül nézegetem, néha én is küldök szívecskéket, de ennek annak a vannak, de hogy, de nem, valahogy nem. Nem ilyen, tudatosan én nem használom.
Igen, nagyon, nagyon nehéz volt nekem, engem is. Hát más generáció vagytok azért. Igen, igen, igen. De nálam is már így az van, hogy nálam is most sokszor azt mondják, hogy boomer vagyok, hogy ez még mond nekem már egy kicsit sok, és így, aj, ne, és azért, de ki kell rakni, kell csinálni, mert kell haladni ezzel, mert ha nem, lemaradsz. Annyira gyorsan jönnek a tartalmak, annyira jönnek az új hajvágások, annyira jönnek az új hajszínek, hogy muszáj mutatni azt, hogy tényleg nyugi, én is tartom a frontot. Tehát, hogy az emberek így... Na jó, akkor kirakok egy-két, ami válaszolat. Rakjál ki! Mindenképp. Na, de akkor a 40-es, 50-es nőknél mi az, ami jól működik? Mert hogy korábban mondtad, hogy ma minden lánynak hosszú a haja, de hát azok inkább a fiatalok, a tinik, vagy 20 évesek, vagy hasonlók. De hogy egy érett korban azért szerintem az egyik alap, hogy rövidüljön az a haj, nem? Az hát esetek túlnyomatottsége. Nem feltétlenül. És akkor visszatérnek erre a naturális elegáns is sztorira, hogy nincs kor. Nincs kor. Nincs kor. Tehát egyéniség van. Tehát hogyha... Bármi játszhat. Tök mindegy. Aha. A egyéniség. Ha olyan típus, akkor nyugodtan lehet akár hosszú haja, lehet rövid haja, bármi, tehát hogy nincs kor, és ez megint csak visszatérek a 2000-es évek elejébe, amikor ez az egész kialakult bennem, és már akkor csináltam egy olyan bemutatót, hogy az őszhajú vendégeimet vittem el egy bemutatóra, ahol tök vagányú volt levágva a hajuk a vendégeimnek, és amikor elkészítettem egy-egy ilyen frizurát az üzletbe, akkor mondta a vendégem, hogy akkor végig sétálok a Váci utcán, és akkor alig várom, hogy megkérdezik, hogy hol vágták a hajat, meg ezért is kapta a dicséreteket. És aztán ugyanezt a gondolatomat később 15-ben vagy 16-ban kivittem Londonba, szintén a Royal Albert Hallba, ahova őszhajú modelleket kerestem. Nem volt egyszerű, nem tudom én hány modell ügynökséget végigültem, mert ugye látott már színpadot, olyat kerestem, aki mondjuk nem 120 kiló, nem fogja összeizélni magát, hogyha meglát 5000 embert, tehát ez nem volt egyszerű, és nem is találtam csak egyet, akinek igazi őszhaja volt, utána őszhajú parókákat kellett Kínából rendelnem, és kiküldtem a formát, és akkor utána azt megigazítottuk. De akkora sikere volt, hogy szinte állva tapsolt az 5000 ember, mert először nem értették, és mindenkinek egy külön zenét találtam ki, amire kijöttek, és először nem értették, mert az első modellem a Háfra Mari volt, aki már szintén elmúlt 60 éves, és de még ott iszonyú jól néz ki. És amikor kijött a második modell, és látták, hogy ő már szerintem 70 éves lehet körülbelül, és őszhajjal és a vagányhajjal, akkor így mindenki megőrült. Tehát, és én azóta vallom ezt a gondolatomat, hogy nincs kor, egyetlen egy van, csak egyéniség van. Hmm. Tehát, hogyha valaki olyan típus, egy rebellis típus, akkor nyugodtan hordhat 60 évesen is vagány hajszint, vagány formát, és mert lehet valaki 18 éves, vagy egy naturális típus, ő nem fogja jól érezni magát egy vagány hajjal, vagy egy vagány hajszínnel, pedig 18 éves. Tehát, és ezeket kell, mondom, megtanítani, mert megtanulni a fodrászoknak, amikor bejön egy vendég, hogy akkor az egyéniségét próbálja először megtalálni, vagy megfejteni. Igen, ez nagyon így van, mert vannak ilyen rögzítések, tudod, hogy akkor vagyok nő, ha hosszú a hajam. Ja, igen, tehát, igen. Ha levágatom olyan, akkor már nem vagyok nő, dehogy is. Tehát, hogy én azt is észreveszem, hogy a 40 fölötti nők így kicsit már kiteljesedtek, és nőkké válnak. És annak is egy olyan gyönyörű kora van, olyan jó az életszakasz. Azt hiszik, hogy jaj, hát én csak 20 évesen vagyok, dehogy is. Annyira más egy 20 évessel dolgozni, aki még egyet szeretnék, olyat szeretnék, mutatja a képet, mondom, jó, akkor fedjük le az arcot a hölgynek, meg azt a magángépet ott a háttérben, és nézd meg, ez így is tetszik neked ez a haj? Tehát neki már annyi impulzus van így a fejében a social media által, hogy így kör van az, ha ilyen hajam lesz, akkor ilyen életem nem. Tehát nem a hajadat kell így változtatni, nem, a stílusodat kell megtalálni. És például a 40 fölötti nőknél látom azt, hogy így kicsit lenyugodtak, ez a nagy hebrenség egy kicsit így lenyugodott, és hogy most már úgy tényleg így szeretnék megtalálni ezt az egészet, és ebben kell nekünk segítséget nyújtani, és nem kellene ilyen rögzítések, hogy a hosszú haj csak az a női, és nem, ezek így a férfiak kitáplálták bele így a nőkbe, ami szerintem egy ilyen tévhit. Tehát bármi játszik, lehet kék haja. Akár. Ha rebelis, miért ne? Ha rebelis. Nekem van egy vendégem, pont tegnap volt nálam, Mosó Magyaróváról jár föl. Aszimmetrikus
tarkórész, kapcsolat nélküli oldalrészek, aszimmetrikus fufru, vörös, egy ilyen vöröses-barna a tömegszín, és akkor van itt egy intenzív vörös a fufru rész, azon egy narancsárga. Imádja. Imádja, és szerintem 65. Tehát, hogy ő egy olyan típus, és jól érzi magát, és imádja vele. Imádja, hogy ilyen vagány a haja, imádja, hogy vagány a hajszíne. Csak nem fotózom le, és nem rakom ki az Instára. Igen, meg van olyan is, hogy most már így a... Majd most. A nagy divat, a márkák is így már elmentek az irányba, hogy természetesség, hogy kicsit próbálják meg elfogadni, és abból induljanak ki, amilyen. Mert általában aki göndör, az hullámosat akar, akinek hullámos, az egyenest akar. Hogy miért nem fogadjuk el? Tehát ha kicsit foglalkozik magával, és mi is segítünk egy kicsit rávezetni így a vendégeknek, akkor így rájönnek, hogy hát ez én vagyok. Hogy már vannak olyan hajfestékek, amik így őszfedőek, de mégis átcsillan az ősz. És hogy fogadd el, nincs ezzel semmi probléma, hogy ez egy vagány dolog, hogy mekkora bátorságra ad ez tanúbizonyságot, hogy így ott van az ősz, de amúgy ilyen természetesen ősz, és hogy nem annyira feltűnő, de mégis ott van, hogy elfogadom. És ha elfogadod magad, akkor kisugárzik ez az egész, és nem feltétlen kell neked valamit magadra aggatnod agresszívan, hogy te jól érezd magad, és hogy te magadra felhívd a figyelmet, hanem hogy azt mondod, hogy oké, ez vagyok, ilyen vagyok, göndörhajó vagyok, és hát így elfogadom magam, nem menő. Igen, göndörhajó, és az a probléma, hogy nem tudják sokan ápolni. Nem. Tehát, hogy száraz, hogy nem tudják, hogy az, hogy egy dehidraltált haj, tehát annak egy speciális göndörhajra való termékeknek, nem pedig a száraz hajra való termékek. Tehát és ebben is nagyon sok nagy szerepünk van nekünk, hogy fodrászoknak, hogy ajánljunk valamit a vendégnek, tanácsot adjunk a vendégnek, hogy ő mivel tudja otthon ápolni, rendbe tartani, variálni a haját, milyen termékkel, milyen eszközzel, milyen anyag. Tehát igen, hogy ez is a képzésen múlik az, hogy valamit ajánljunk, nem csak ott ér véget a mi szakmánk, hogy levágjuk a hajat, vagy befestjük a hajat, és akkor hello, szia. Tehát hanem azzal, hogy ajánljunk egy csomagot, és nem a haszon miatt. Tehát nem ezt akarjuk hangsúlyozni, de ezek nem véletlen professzionális termékek. Tehát nem véletlen tanuljuk mi ezt a termék ismeretet is, hogy elmondjuk, hogy mivel készült, hogy készült, mi van benne. Azért van az a te hajad, hogy tényleg azt használt, nem véletlen valami szakmánk. Csak még egy dolog, hogy megértettem, hogy bármi játszik, de hogy azért azt is látom, hogy ahogy öregszünk, és nagyon sok nőtársamnál látom, hogy egyre világosabb a haj. Tehát valaki, aki mondjuk sötét, barna volt alapból, ahogy idősödik, egyre világosabb, mert hogy jobban áll a világos, nagyon egyszerű, ahogy öregszünk. Nagyon egyszerű. Egy sötét haj, most azt képzeld el, hogy az arc egy világos folt. Ha van egy sötét hajad, akkor az körbe rajzolod azt a világos flekket. Uh-huh. Azt konkrétan kihangsúlyozod. Na most, hogyha általában, most nem azt mondom mindenki, de kicsit idősebb lesz, akkor kicsit kerekebb az arca, kicsit ráncosabb lesz, kicsit. Most, ha azt egy sötét hajjal még kihangsúlyozod, akkor arra hívod fel a figyelmet. Tehát nem is a hajról van szó. Egy világosabb lesz a hajad, abban a pillanatban az a világos folt, az arc, az összeolvad egy picit a hajszínével. Tehát ha már csak egy világos kontúr kerül az arc körül, már azzal is tudsz lágyítani egy arcot. Megint tanultam. Tehát, hogy ezért ösztönösen is sokan elkezdenek menni, vagy esetleg egy jó fodrász tanácsára, elkezdenek menni a világosabb hajszínek felé, ahogy az idősebbek vagy korosodnak. Igen, nagyon sokszor látom azt, hogy egy gyönyörű szép szemük van a hölgyeknek, és akkor próbálják így elrejteni, és hogyan tudjuk egy kicsit kiexponálni, hogy egy kicsit egy hozzá közel ilyen Curtain Banksnek hívják ez a függönyfúfró, de kicsit egy olyat vágunk, és ezzel sokkal jobban kiexponáljuk a szemszínét. Ne akarja elbújni, hanem kicsit hozz fel, vedd észre magadba a szépségeket, és nekünk fodrászoknak hajvágással, hajfestéssel ki tudjuk ezt egy kicsit exponálni, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És akkor már sokkal jobban az ember meg tudja szeretni magát, meg tudja találni a saját stílusát, tehát nagyon-nagyon fontos szerepünk van nekünk így ebben, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Erről beszélünk. Igen. Ezért fontos a képzés, tanulás, odafigyelés. Ennyi. Lassan lejár az időnk, de amikor megérkeztél ide ma, akkor egy kicsit beszéltünk egy régi közös emlékről, hogyha szabad ezt így felemlegetném, mert ez egy meghatározó, sőt egy történelmi pillanat volt. Abszolút. Elmeséled, Laci? Hát hány éves volt? 22. 20, azt
tehát mindenit. Hát a 9-11 napján volt egy közös fotózásunk, az RTL reggelinek volt egy közös igen. fotózása, valahol a 7. kerület környékén volt, és a Geszti Peti szervezte ezt az egészet, és hát mindenki ott volt, a Csonka Pici, Novák, Alföldi Robistól, és Tóval, mindenki, igen. Ábel Anita Barabásé. Így van, hát igen, hát az aranycsapat lehet igen. azt mondani. És hát ment, és akkor, nem is tudom, kora délután kezdődött a fotózás, és akkor kaptuk a híreket, hogy New Yorkban mi történt, hogy az ikertornyot. Meg Washingtonban, így van, és akkor szereztem gyorsan egy tévét, és akkor ott néztünk mindenki, és akkor a Geszti Peti meg már tök ideges volt, hogy akkor menjünk már, csináljuk a fotót, tehát még este 8-kor is azt néztük, hogy mi történt Amerikában. Igen, egy szürreális délután volt, mert igen. hogy mindenki így megkövülten, hogy eljött a világ vége, ült a tévé el, előtt, és utána meg oda kellett állni. Egy fotó, egy fogkefével. Igen, egy és vigyorogni, és azt igen. mondani, hogy ha! És közben mindenki úgy érezte, hogy mindennek igen. vége. Igen. Tényleg. Fantasztikus. Érdekes, abszolút, és valamelyik nap kezembe került ez a kép, uh-huh. és aztán felidéztem azokat a pillanatokat. Bizony. 22 éve. Igen. De még régebbről ismerjük egymást. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, köszönjük. Hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok a Panna Csajok Közösségében. Hogy itt lehettünk, igen. és ilyen jót beszélgettünk. Igen. Jó volt, szerintem. Vagány volt, mély volt. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.